A Kulturális és Innovációs Minisztérium megbízásából a Nemzeti Kulturális Támogatáskezelő nyílt pályázatot hirdetett a családbarát munkahelyek kialakítása, illetve fejlesztése támogatására, illetve olyan rendezvények, programok megszervezésére, ami elősegíti a munkahelyek, illetve a család és a magánéletnek az összehangolását. Intézményünk 2024. júliusában a pályázatát beadta, hiszen előző években, 2022-ben is megvalósítottunk egy családbarát programot, akkor is nyertes volt a pályázatunk. Úgy gondoltuk, hogy az egy nagyon remek alkalom volt a intézményünkben dolgozó kollégák és családtagjaik számára, közösen eltöltött rendezvények, programok, és ez motivált bennünket arra, hogy idén is benyújtsuk ezt a pályázatot. Sikeresen 2024. november 15-én vehettük át Budapesten a Szép Művészeti Múzeumban ezt az eredményt. Dr. Koncz Zsófia, családokért felelős államtitkár asszony, illetve dr. Beneda Attila, a családügyekért felelős helyettes államtitkár úrtól egy nagyon színvonalas rendezvény keretén belül. Ez a pályázati program 2 millió forint visszanemtérítendő támogatásban részesült, és úgy gondoltuk, hogy ugye itt van közeleg az adventi időszak, e köré csoportosítjuk intézményünkben a rendezvényeinket, illetve programjainkat. Nagyon színes programot sikerült összeállítanunk. Először is december 3-án egy adventi workshopot fogunk szervezni a munkahelyünkön dolgozó kollégák, kolléganők részére, illetve családtagjaiknak. Adventi koszorút, díszeket, illetve kisgyermekekre is gondoltunk, kisebb kézműves tevékenységeket fogunk felajánlani, és ezeket lehet elkészíteni. Ezt követően 9-én várjuk a kisgyermekes családos munkatársakat, télapó ünnepséget fogunk rendezni. Itt együttműködő partnerként kell megemlítenünk az Erkel Ferenc alapfokú művészeti iskolának a diákjait, tanárait, hiszen egy kis műsorral fognak kedveskedni, és természetesen, hogy nem fog elmaradni a télapó csomag sem. Ezt követően itt a központi óvodának az udvarán egy karácsonyi falut fogunk idevarázsolni, feldíszítjük az intézmény karácsonyfáját, természetesen közösen a munkatársakkal, családtagjaikkal, és kedveskedünk majd nekik kürtős kaláccsal, forralt teával, illetve a Szent Pál Marista általános iskolából a diákok jönnek, tanáraikkal pásztorjátékot fognak előadni. És végezetül a fénypontja ennek a rendezvény sorozatnak december 14-én fog megvalósulni a vacsora családtagokkal együtt, és ezzel fogjuk lezárni nem csak az évet, hanem a pályázati időszakot is. Ez a családbarát munkahely cím, ezt egy évig fogjuk viselni. Természetesen az adventi időszakra terveztünk, de ez nem azt jelenti, hogy az év többi napján nem veszük figyelemben a munkatársainknak a magánéletével kapcsolatos akár örömöket, problémákat, hiszen mi a Madarász Imre Egyesített Óvoda egy igazi nagy család vagyunk.